vagy Rákóczi Mars. Ismeretlen szerző verse a 18. század első feléből. Jaj, régi szép magyar nép, az ellenség téged miképp szaggat és tép. Mire jutott állapotod romlandó cserép? Valál olyan szép magyar nép, de a sasnak körme között fonnyadsz, mint az lép. Szegény magyar nép, megrontattál, mint cserép. Jaj, hát szegény magyar nemzet, jóra mikor lép? Ó, Rákóczi, Bercsényi, magyarok élő vezéri, Bezerédi, nemzetünknek hírszerzői, fényes csillagi, ócskai, az ellenség mindenfelől őket emészti, űzi, kergeti, búva lepeszti, közinben sem ereszti. Jaj, hát szegény nemzetünket miképpen veszti, országunknak, magunknak, jaj, minden maradékinknak, azoknak, kik a földön nagy ínségben így nyomorkodnak, özvegyek panaszolkodnak, árvák zokognak, siralommal ártatlanok halált okoznak. Csuda? Nem agnak, mert hazánkból ellenségink el nem távoznak. Ó országunk, jószágunk, de főképpen mi magunk, mind nyomorkodunk, az idegen nemzetségnek rabjai vagyunk. Jaj, naponként mind elfogyunk, jót ne is várjunk, mert kegyetlen s embertelen nemzet van rajtunk. Jaj, meg kell halnunk, meg sem maradunk, mert ellenség közt lakunk, és bizony méltán azok miatt kesergünk, sírunk.